Színházba járni jó. 18 bemutatóval, 3 fesztivállal és rengeteg fiatal színésszel, rendezővel várja új évadában közönségét a Nagyváradi Szigligeti Színház. A Sebeskörösparti városban magyar és világirodalmi klasszikusok, valamint kortárs alkotások is helyet kapnak. Ha jól sejtem, maga szexi úrle. Székely Csaba Bányavakság című darabjának rendelkező próbája a Szigligeti stúdióban. Az előadás kíméleten őszinteséggel és páratlan humorral rajzolja meg egy székely kis közösség életét. Ez pedig már Lionel Burt Oliver című musicalje, amely Charles Dickens regényéből ihletődött. Romániában először a Szigligeti Színház mutatja be. Az előadás érdekessége, hogy csak nem 50 gyermek szereplő játszik majd benne. Ami a legfontosabb volt számomra, az az, hogy félretegyem a saját felnőtti világomat ezzel a rendezéssel kapcsolatban, és olyan megoldásokat és eszközöket keressek, amivel az Oliver szemszögén keresztül, tehát egy árva gyerek szemszögén keresztül nézem a világot, és főleg azt, hogy mennyire groteszk a felnőttek világa néha. Az új évadban számos fiatal rendező, alkotó és színész kap bemutatkozási lehetőséget a Szigligeti Színházban. Olyan világ, ami frissen tart, ami energiát ad, aminbe energiát tudok fektetni, ami érdekel, amire kíváncsi vagyok. Szeretek szerepeket megformálni, akármilyenek legyenek, szeretek új dolgokat kipróbálni. A színház emellett 3 fesztivállal készül az évadra, illetve megemlékeznek az első nagyváradi magyar hivatásos színi előadás 220. évfordulójára is.